Sziasztok, köszöntök mindenkit. Sokszor szóba kerül az a dolog, hogy mitől jó egy szórakozó hely, mitől megy egy szórakozó hely, mitől jó egy diszkó, miért járnak ott a sokan, valahol miért nem járnak, hogy miért járnak kevesen, miért megy tönkre egy diszkó, miért történik az, hogy egyik hirtelen felfelejvél a másiknak, meg annyi, stb. Stb. Na, erről szeretnék egy picit beszélni, hogy szerintem milyen körülmények játszanak ehhez ebben közre. Az első dolog az, amikor te mondjuk egy diszkót szeretnél nyitni, tegyük fel, van pénzed, tehát ez a legfontosabb, legyen pénzed. Van pénzed, először is kitalálod, hogy te milyen fajta zenés szórakozóját akarsz csinálni. Ugye, diszkót. Ez a diszkó, ez kicsit általános dolog. Létezik ezerféle zenei irányzat, aminek te meg akarsz felelni, vagy aminek a közönségét te be akarod vonzani. Létezik nagyon-nagyon sok fajta vagyoni háttérrel, anyagi háttérrel rendelkező közönség, akit te be akarsz vonzani. Sajnos ez nem úgy zajlik, hogy csinálok egy diszkót, és akkor oda bejönnek esetleg a jobb anyagi körülményekkel rendelkezők, és a rosszabb anyagi körülmények között rendelkezők is. Vannak ilyenek is, de a mai diszkók ezek nagy részt nem így működnek. Mégpedig a következő dolgokért nem, és akkor kicsit ebben menjünk be részletesebben. Tehát te eldöntöd, hogy csinálsz egy diszkót, van pénzed. Mi legyen a helyszín? Ez a helyszín lehet mondjuk a legutolsó kis faluban lévő kis kocsma, meg lehet mondjuk a főváros belvárosának egy menő stúdiója. Tehát mondom, pénzed megvan rá. Na most nyilván nem azért csinálod a diszkót, mert jótékonysági alapnak akarsz gyűjteni, hanem azért, mert szeretnél pénzt keresni és jól megélni belőle. Na most nyilván más költségvetést kíván egy falusi kis kocsmában megrendezett zenés est, és mást egy belvárosi stúdióban megrendezendő komolyabb parti. És ez a költségvetés ugye megvan, te ebből hasznot szeretnél, ezért olyan árakon is kell dolgozni. Tehát ez már egyből ugye szegregálni fogja a néző közönséget, mert van, aki nem tudja ezt megfizetni, valaki meg tudja fizetni. Ellenkezőleg is működik, hiába tudja valaki megfizetni, sajnos, ha tetszik, hanem igenis megnézi, hogy milyen helyre megy be, és azt mondja, mondom, sajnos, és ha tetszik, hanem van ilyen, hogy ilyen meg olyan emberek közé ő nem fog bemenni szórakozni. És nem feltétlenül azért, mert nincs annyi pénzük, hanem azért, mert az a fajta életmód, az a fajta külsőség, az a fajta szórakozási stílus neki nem jön be, ami mondjuk egy vidéki kis kocsmában egy zenésesten menő, nem biztos, hogy ugyanaz a fajta közönség összetétel, ugyanaz a fajta zenei irányzat, ugyanaz a fajta szórakozási mód is ugyanolyan igényeket kiszolgálhat egy belvárosi szórakozóhelyen. Persze itt van ebben ugye rengeteg emberi tényező, magát többnek gondolja valaki, magát magasabbra helyezi, de az egész társadalom ez valahol erről is szól, ha tetszik, ha nem. De ebben most nem menjünk bele. Tehát megvan a pénzed, nyitsz egy diszkót, megvan a közönség, hogy megcélzol vele. Következő dolog, mi lehet az, amiért oda be fognak jönni az emberek? Kurva egyszerű, ez egy régi törvényszerűség, és ez mindig is így volt, oda fognak menni az emberek, ahol sokan vannak. És ez teljesen mindegy, hogy kiskocsma, vagy belvárosi stúdió, teljesen mindegy, ha tömeg van, akkor fognak menni. Kivétel van egy különböző, most már egy különleges szórakozási forma lehetőség, ugye azt szokták mondani fővárosunkban, hogy igazi menő partikba, tehát nem tudsz bemenni hiába van bármennyi pénzed, oda meghívnak, ezek ilyen zárt körű bulik, és itt elsősorban nem mindig a tömeg számít, de ez egy külön dolog, miért sima átlagos diszkóról beszélünk, ami mondom lehet egy kicsit puccosabb, meg lehet egy kicsit nem annyira puccos. Tehát úgy döntesz, hogy be kell vonzani minél több embert. Hogy jöjjön még több ember? Mire jönnek be az emberek? Ugye? Kezdjük a berendezéssel. Ugye marhára fontos az, hogy valami hogy néz ki. Nyilván egy vidéki kiskocsmánál ugye adottak a feltételek, viszont tudja, aki bemegy, hogy ott mi lesz a berendezés, tudja, hogy van söntéspult, vannak a kis asztalkák, mellette ott van mögötte akár a zenegép, akár a DJ fölállva a kis asztalka mögé, és ebben nyomja. Tehát itt igazából különösebben nem kell változtatni, ezt fogadja el. Ha viszont nyitsz egy komolyabb, akár fővárosi, akár nagyvárosi diszkót, ott el kell dönteni, hogy milyen irányba mész el. Ugye hagyományos régi diszkó séma, sötétség, fények, neonok, villogás,
elég füllett hangulat legyen, közelének egymáshoz az emberek, és minél erősebb hangerő. Ez az idő azért most már kezd elmúlni, ahogy látom, és egyre inkább azok a szórakozóhelyek a menőbbek, és azok hoznak be több embert, ami kicsit ilyen lazábban kezeli ezt a fajta táncolós részt, tehát nem elsősorban arra összpontosít a szórakozóhely, hogy mindenhol üdvölcsön a zene, hanem legyenek olyan részek, ahol az emberek le tudják magukat szeparálni, és le külön leülni valahol és beszélgetni például. Ez régen nem volt jellemző a szórakozó helyekre, a diszkókra, pontosabban a diszkókról beszélünk, nem a szórakozó helyekről, ott igenis mindenhol üvöltött a zene, és a beszélgetés az eléggé kiszorult abban a sémában, hogy fogtad magad és kimehettél a diszkó mellé beszélgetni. Kicsit megváltozott. Most inkább ezek a klubok, fröccsteraszok, ilyen-olyan helyek, ahol szól a zene valamelyik helyiségbe, de simán átmehetsz egy másikba, ahol beszélgethetsz, sőt, még talán kaját is tudsz enni, ez sem volt jellemző a régi diszkókra, ott maximum egy meleg szendvicsre futotta, de az is általában 10 órakor már elfogyott. Én most viszont akár egész éjszaka tudsz kajálni. Tehát kicsit komplexebbek lettek ezek a úgynevezett diszkók szórakozóhelyeknek a szolgáltatásai, és próbálnak mindenfele figyelni. Tehát megvan a csapás irány, hogy te nyitsz egy ilyen helyet, ahol legyen mondjuk egy kis beszélgetős rész, egy picike konyhával, és egy nagyobb táncterem, ahol üvölteni fog a zene. Jó, megvan az is. A hangulat, hogy milyen legyen a berendezésnek a hangulata. Ugye nagyon divat a mediterrán hangulat, mindenképpen valamilyen fajta olyan feelinget akarnak behozni sok helyre, ami kicsit így a spanyol, görög, olasz tengerpartot idézi, nyilván hát tenger nincsen, de akkor is ez a kis pálmafás, bő, nagy terekkel rendelkező, nem ez a szűk tele fényekkel, hanem lazább, kicsit ilyen halványabb fényekkel rendelkező szórakozó helyekről van szó, ahol az egész bútorzat, az egész megjelenés, akár a műpálmáktól kezdve a spanyol mediterrán jellegű bútorokig vannak előtérbe, és ezáltal ezt a hangulatot, ezt a kicsit lazább, kötetlenebb, még télen is a nyári hangulatot visszahozó szórakozó helyek jönnek sorba. Aztán vannak persze, ezek egy külön videót is megérnek, a különböző alternatív szórakozó helyek. Az alternatív az nem csak az alternatív van, azt értem, hogy ezek a igazi elvont zenéket, hanem az alternatíva lehet akár mondjuk kicsit keményebb house trend zenék is, teljesen másfajta berendezést igényelnek. De most még átlag diszkóval gondolkozunk, ahol az a célod, hogy bejöjjenek az emberek, is azt szeretnéd, hogy ott jól érezzék magukat, semmi fajta különös megkötést nem akarsz. És akkor itt jövünk el az egyik legfontosabb dologhoz, és ez pont jó kapcsolódik az előző mondandóhoz, hogy zene. Tehát milyen legyen a zene? Ez kura fontos dolog, ugye emiatt is az emberek járnak valahova. Ugye van ilyen-olyan közönség, mondjuk egy kis falucsi kocsmába, visszautaljak rá, nyilván nem azért, mert az emberek ott igénytelenebbek, de egy olyan hangulatban, egy olyan közösségbe nyilván beleférnek a mulatós zenék is, belefér egy-két olyan zene, amit egy nagyobb diszkóban nem biztos, hogy lejátszanál. Egy komolyabb budapesti partiba, egy stúdióba, viszont általában ritka az, hogy egy este különböző zenei stílusok keveredjenek. Van olyan, hogy mondjuk a hely nyitva van egy héten többször, egyik nap ilyen este van, másik nap olyan este van, harmadik nap retro este van, aztán egy kicsit keményebb zene este van, aztán latin este van, stb. És a DJ-k ezt a hangulatot próbálják kiszolgálni. Aztán akkor van probléma, ha a DJ kicsit kitalálja, hogy ő most nem fog ennek megfelelni, hanem ő egy művész. Erről csináltam már egy videót, és majd ő befolyásolni fogja a közönséget. Tehát ha mondjuk valaki elmegy egy latin este, az nyilván latin zenéért megy el, nem pedig azért, hogy a legfrissebb, trendi, ilyen-olyan slágereket meghallgassa, mert a DJ mutatja, hogy neki ez is megvan, és igenis meg kell mutatni, hogy lássa a közönség, hogy ő mennyire felkészült. Tehát ekkor szoktak problémák lenni, de ez is egy másik videó története. Tehát megvan a zene, amit te kiválasztasz, azt mondod, hogy ez ilyen irányzat lesz. Különböző egyéb dolgok is kellenek. Ami nagy melléfogás szokott lenni, ezek a fények. Régen ennek kurva nagy jelentősége volt, pontosan azért, mert Magyarországon kevés olyan fénycucc volt, gondolok itt a rendszerváltás időkben, ami különböző filmekben látták, különböző diszkóknak a fénye, és óriási dolog volt, amikor egy-egy ilyen olyan pásztázó, ilyen villogó, amolyan figyfirityet sikerült beszerezni, és akkor mindenki összeszarta magát. Na most már ez kurvára nem érdekli az embereket szerintem. Erre volt is egy történetem néhány évvel ezelőtt, egy ismerősöm csinált egy diszkót, kurva drága, ilyen-olyan komputervezérelt fényeket beszerzett. Én mondtam, hogy szerintem szar a helyszín, nem fog menni. Amit kiválasztott, nem az én kurvapos vagyok, csak van benne tapasztalatom, és hiába tett bele több 10 millió forintot a különböző fénycuccokba, senkit nem érdekelt, és nem is ment ez a diszkó. Tehát ez a rész annyira nem fontos. Nyilván olyan fényeket kell használni, alkalmazni,
az adott helynek a hangulatát mindenképpen megerősítse és feldobja. De ez a rengeteg csillogó, villogó, akár tükörgömb, mondjuk az simán nem egy retro diszkóba, de mellett az a rengeteg olyan lámpa, ami pofádba villog, 15 másodperceként nem látsz, nem megvakulsz félig, azt tudod, hogy hol vagy, ennek az időszaknak szerintem már vége van. Van egy-két olyan fajta szórakozó, ahol még elmegy, de ha én csinálnék egyet, vagy aki most akar bel akar vágni, az biztos, hogy nem ebbe az irányba egy. Tehát ezek a fények a berendezéseken belül már nincsenek olyan jelentőségük. Hangminőség, nagyon viszont kúra fontos. Régen ugye szar cuccok voltak a mai viszonylatokhoz képest, a négyek próbálták a DJ-k ugye hangerővel elnyomni ezt a dolgot, hogy kicsit hiányosságok vannak mind a felvétel minőségében, mint pedig abban, hogy nem úgy szól a cucca, hogy kéne. Ma már ez ugye teljesen megszűnt, mert már profi cuccok vannak, és az igényesebb helyeken igyekeznek arra figyelni, hogy attól függetlenül persze, hogy hangos zenére jó táncolni, de azért egy olyan tartományon belül, hogy az ne legyen kellemetlen és fájó, biztos sokan voltatok úgy, hogy kiment, hazamentetek egy szórakozó helyről, és a 4 óráig csengett a fületek, azért mert akkor erővel szólt a zene, ez nem biztos, hogy jó. Tehát most már nagyon profin belövik ezeket a dolgokat, és ami még fontos, a szórakozó hely minden pontján, kivéve a beszélgetős helyeken, tehát nem csak a táncparket közepén, hanem az oldalra is ugyanannak a hangerő, erről is mesélhetnék el sztorikat, hogy milyen dolgok voltak régen, itt úgy szólt, ott amúgy szólt, ott abszolút nem szólt, diszkós pult előtt megsüketítő, tőle 3 méterre, mert nem hallottad a zenét rendesen. Ez is elmúlt már. Következő olyan fontos dolog, személyzet, talán egyik legfontosabb dolog. Általában utolsó helyre szokták tenni, pedig nem így van. Nem csak a portásokra gondolok, portásokat most hagyjuk, elmondtam róluk mindent a kidobó sztorikba, hogy milyen szerintem egy jó portás, ki kell őket válogatni, mindenképpen vendég barát legyen, de ne engedje azt, hogy a fejére szarjanak. Körülbelül ennyi a tömény lényeg. Nem kell elrettentőnek lennie, nem kell hatalmasnak lennie, nem kell nagyon picinek lenni, teljesen lényegtelen. Udvarias lenni a vendégekkel, de hangsúlyozom, nem a vendégek haverja. Tehát nem feltétlenül kell folyamatosan azt számítani, azt várni tőle, hogy beszélgetni fog veletek. A többi személyzeti rész is kura fontos, sőt talán fontosabb. Pultok, különböző pultoknál nagyon fontos szerintem, hogy rengeteg csinos lány legyen. Ha bementek egy diszkóba, azért a férfiak ugye nagy részt ugye mély járnak szórakozni, ha nem is csajozni akarnak feltétlenül, de erre meg akarják bámulni a csajokat, és igenis, ahogy fogy az alkohol, egyre jobban ez a természet által adott ösztönük előbbre jön, és egyre jobban nézegetik a lányokat. Na most, ez egy megfigyelt, statisztikailag igazolt dolog, ha egy pulthoz oda megy egy faszi, ott egy csinos hölgy van, akkor sokkal többet fogy fogyasztani. Nem azért feltétlenül, mert mindenképpen meg akar ismerkedni a hölgyel, de mindenképpen imponálni akar neki, hogy ő mekkora menő, és igenis nem fog fukarkodni semmivel sem. Ez lehet, hogy a vendég szempontjából nem a legjobb, de a szórakozóhely szempontjából fontos. Tehát szerintem fontos ez. Vannak különböző koktélpultok, igen, mondja Artur is, vannak különböző koktélpultok, ahol különböző jó minőségű koktélokat szolgálnak fel. Itt viszont nem árt, ha jóképű fiatal emberek vannak, utak a Koktél című filmre. A koktélokat általában hölgyek szokták fogyasztani, és igenis ugyanez a reakciónál is megfigyelhető, hogyha egy jóképű fiatal ember néhány szót társalog is vele koktélkészítés közben, akkor igen csak a pénztárcája jóval bővebben szokott engedni, és ez igenis a szórakozóhely szempontjából fontos. Tehát körülbelül ennyi, tehát megvan a személyzeted, megvan a berendezésed, megvan, hogy hol nyitod, kitaláltad a célközönséget, utána már csak a különböző reklámokra kell figyelni. Tehát ezt is el szokták baszni, hogy nem reklámozom megfelelő módon a szórakozóját. Nyilván elég jó reklám az, amikor így a haveri körbe ezt elmondogatod, de nagyon kevés. Feltétlenül ajánlom mindenkinek a figyelmébe ugye a közösségi médiát, egy ingyenes reklámfelület, kurva jó, hogy szinte mindenkihez eljut, bármely közösségi portálon. Nem árt pár szót beszélni a szórakozóhelyről, mikor nyit, milyen kategória, milyen árkategória a belépőtől az egészen a fogyasztandó alkoholikig, felhívni a figyelmet, és igenis utolsó kategóriához jövök el, amit most így összettem magam a hirtelen, ami még fontos lehet, különböző vendégművészek, fellépőknek a kiválasztása, amitől mehet egy szórakozóhely. Az a baj, hogy ez is egy nagyon-nagyon kényes mesdje. Ha folyamatosan hisz fellépőket, akkor megszokják az emberek. És ha valamiért nincsen fellépő, akkor hiányolni fogják. Ha abszolút nem hisz fellépőket, akkor kicsit unottá válik az egész, monotonná válik. Most a fellépőkre nem feltétlenül élőzenekarokra gondolok, hanem akár vendégdiszkósokra is, mert hiába marha nagy menő a te rezidens DJ-d, az is egy kicsit után unalmassá válik, és néha fel kell dobni másokkal.
Tehát kurvára meg kell találni azt az arányt, hogy legyenek fellépők, de ugyanakkor ne legyenek túlzásba véve, mellette ugye rengeteg pénzt elvisznek. Azért tudomásul kell venni, hogy több százezer fontos tételekről van szó egy fél órás-órás fellépésről, és ezt el kell tudni dönteni, hogy ki tudja termelni a szórakozóhely, vagy nem. Az alapján meg kitermelni, hogy folyamatosan emeled a belépőárakat, biztos, hogy nem jó, mivel amúgy se olcsók a belépők, és az emberek azt mondják, hogy rendben van, hogy most ez játszik itt, ez zenél itt, ez énekel itt, ez viszont engem annyira nem érdekel, hogy akár dupla belépőt fizessek érte, és inkább nem fogok bejönni. Fontos, hogy a fellépők mikor lépjenek fel, nyilván nem a diszkónak a legelején kell, hogy fellépjenek, és nem is a legvégén, hanem amikor a viszonylag nagyobb tömeg van a diszkóban. Diszkó időtartalma tök változó, általában azt látom, az emberek éjfél egy óra előtt, fél egy fele most már nem nagyon mennek el bulizni, addig valahol melegítenek idézőjelben, meg jól érzik magukat, és az igazi aktív bulizás, most a tiszta vagy maximum alkohol gőzös bulizásról beszél, nem az egyéb szerekkel felgyorsított bulizás, az szerintem ilyen 4 óra fél 5 fele maximum vége van, utána már mindenki elfárad és menne szépen, vagy egyedül, vagy a partnerével szépen haza, tehát körülbelül ez. Hát lehet, hogy kiadtam dolgokat, de szerintem körvonalakban, illetve nagyvonalakban ettől függ, hogy hogy megy egy buli. És még valami, ami nagyon-nagyon fontos, hogyha hirtelen jönnek olyan időszakok, és ha kicsit kevesebben vannak a szórakozó helyek, akkor nem szabad dolgokat csinálni, hogy azonnal leviszem a belépő árát, nem szabad dolgokat csinálni, hogy mit tudom én most akkor lányoknak, mit tudom én eddig ingyen, mert ez rontja a színvonalát a szórakozó helynek. Ha ezt valahol látod, hogy lányok mondjuk ingyen bejöhetnek évfélig, meg mit tudom én, 11-ig olcsóbb a pia, akkor biztos, hogy valami gond van a szórakozó helyen. Tehát ezt semmiképpen sem ajánlom, mindenképpen tartani kell, van egyéb más dolog, amivel fel lehet dobni, akár mondtam a fellépőkkel, az, hogy mondjuk nyitsz egy másik napot, amikor olcsóbban be lehet jönni egy másik rétegkőnek, de az, hogy folyamatosan dobálózok a belépő árával, különböző szolgáltatásokkal egyszer van, egyszer nincs, ez biztos, hogy nem egy jó dolog. Na hát, aki kedvet kapott diszkó nyitásához, és valamit tudtam segíteni benne, annak nagyon-nagyon örülök, akinek meg nem, annak talán ezek a szempontok alapján tud választani, ha még nem döntötte el, ma este hol megy bulizni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!